A Dománia tábor az, ugye Bordás Józsi, aki szülőatya ennek a Dománia tábornak, és ugye mindig van, minden évben, idén is lesz ugye Dománia tábor, és mindig meg szokott hívni előadókat, hogy az ott lévő gyerekekkel karöltve, ugye leginkább dobosok vannak, és ugyanakkor kiegészítve jó néhány fantasztikus zenésszel, meghív egy énekest, egy előadót, és együtt a gyerekekkel együtt zenélnek, akár két dob felszereléssel. Nekem ez egy nagyon jó élmény, mert én azt gondolom, hogy azzal a generációval, aki utánunk jön, igenis felelősségünk van abban, hogy milyen zenészek lesznek, vagy hogy mennyire tudják magukévá tenni, vagy miben tudunk nekik segíteni, hogy még inkább jól érezzék magukat, akár a táborban, de akár a színpadon, vagy az élet bármely területében. És én nagyon szeretem a fiatalokat, tehát most úgy beszélek, mint a 70 éves lennék, de nagyon szeretek a kicsikkel együtt foglalkozni, mert nagyon nyitottak. És ez a Dománia tábor, ez azért is jó, mert összehozza őket, és tudunk eszmét cserélni így, mint ahogy mi most ülünk beszélgetni.